A sereghajtót fogadta az eddig mindössze egy vereséget szenvedő nyíregyházi kosársuli, amely be is gyűjtötte a győzelmet. Némi izgalmat az okozott, hogy a hazaiak már a meccs elején elveszítették irányítójukat, a korosztályos válogatott Papp Klaudiát, így kissé döszögőssé vált a csapatjátéka. Ettől függetlenül, ha vártnál kisebb különbséggel is, de hozta a kötelezőt Farkasinszky Gyuláné együttese. Egy elég érdekes típusú mérkőzés játszottunk ezzel a kislenkivel, és a legnagyobb gond és probléma az volt, hogy a Dia körülbelül a harmadik perc környékén kapott egy olyan lökést hátulról, amitől rosszul érkezett le, és becsipődött a háta. Ugyan két percet még a pályán volt, mert ugye ő saját maga se hitte el, hogy neki ez gondot és problémát fog okozni. Úgy kellett lecserélnünk, és ez valamilyen szinten behatárolta a játékunkat, már csak azért is, mert a többiek is szerintem féltek attól, hogy ilyen szituációba kerülhetnek, mint a Dia. Meg hát elveszítettük az iránytunkat, tehát ez ha tetszik, ha nem, nekünk azért meghatározza a játékunkat a Dia jelenlét és az, hogy fönn van a pályán. Nem úgy sikerült a mérkőzés továbbra, és azt mondom, hogy ezt mi szerettük volna. Nem is inkább a különbséggel van a gond, hanem a rengeteg eladott labda az, ami nem igazán tetszett nekem. Tehát a héten mindenféleképpen javítanunk kell ennek a statisztikáján, mert ez a DVTK-ra nem igazán lesz jó. Még egy meccs vár az idei évben a nyíregyháziakra. Szombaton 18 órai kezdettel a DVTK második csapatát fogadják Farkasinszkyék. Mivel nekik már itt vége van az A szezonnak, nincs Eurókupa mérkőzésük, ebből következik, hogy akár az összes olyan játékosokat, aki A-val edzés, A-ban játszik, azt lehozhatják. Nem tudom. Tehát mindenféleképpen úgy készülünk, hogy a legjobb összeállításba jönnek, ennek megpróbáljuk meg kialakítani a védekezésünket és a támadási taktikánkat, aztán meglátjuk. Ha nem hozzák le, akkor ugye remélhetőleg könnyebb lesz a dolgunk. De egyébként a kislánke mérkőzés egyértelműen bizonyított, hogy nem biztos, hogy az ellen a csapat ellen a legjobb játszani, aki esetleg a bajnokság utolsó helyén van most per pillanat, lehet, hogy jobb azok ellen a csapatok ellen, akik az élvonalba tartoznak. Valószínűleg nekünk egyébként ezek ellen a csapatok ellen a játék jobban is fekszik, bízunk benne, hogy a DVTK ellen is így lesz. Az amatőr nemzeti bajnokság keleti csoportjának élén az MTK Budapest 100%-os teljesítménnyel megelőzve a 8-1-es mutatóval rendelkező nyíregyházi kosársulit, a diósgyőriek 3 győzelemmel és 5 vereséggel a 6. helyen várják a szombati mérkőzést.